Magyarországon sikerült megelőznünk, hogy a világjárvány következtében tömeges munkanélküliség legyen országunkban. Ehhez arra volt szükség, hogy a kormány a magyarországi vállalatoknak támogatást nyújtson, hogy ne kelljen senkit elbocsátaniuk. Az elmúlt évben a mi minisztériumunk a külügyminisztérium versenyképesség növelő támogatási programjának keretein belül 288 milliárd forint támogatásból közel 10 milliárd forint érkezett városunkba, Székesfehérvárra, aminek köszönhetően 4210 munkahelyet őriztünk meg, és többet teremtettünk is. Most újabb 30 milliárd forintos keretösszeggel folytatjuk a versenyképesség növeléséhez szükséges támogatások programját. 30 milliárd forint értékben adunk kapacitásbővítő, termelékenységet javító beruházásokat azoknak a vállalatoknak, amelyek elkötelezik magukat, hogy továbbra sem bocsátanak el senkit, hiszen a legfontosabb célunk az, hogy a magyar emberek munkahelyét megvédjük, illetve az elveszett munkahelyek helyett újakat hozzunk létre. A programon belül 1,8 millió euró támogatást tudunk adni vállalatonként, ez a támogatás a beruházás 1/5-ét jelentheti. Azoknak a székesfehérvári vállalatoknak, akik ezen a programon részt vesznek, és erre szeretném kérni a fehérvári vállalatokat, hogy mentsük együtt meg a fehérvári munkahelyeket.